Maga író, nem? Mondom, de. És kortárs? Tud valamit, amit én nem, hogy ennyire rosszul néznék, hogy már nem kortárs, vagy kifelé megy. Azt érezted, hogy leülsz a székedre, és olyan gyorsan eltelt, és annyira jól érezted magad, és egy igazi hullámvasút volt ez a másfél óra. Stand-up egy humoros alapvetően, de mély érzelmekkel átszőtt este volt. Hogyha az ember boldog, vagy megy az élet, akkor azért nem fogalmazza meg ezeket a pozíciókat, hogy akkor most hármas szinten vagyunk boldogok, vagy négyes szinten vagyunk boldogok. Szórakoztató volt, vicces, és mégis nagyon érzékeny. Olyan sírva nevetős. Az első sorban azt hiszem én vagyok a második jó. Igen, második. Nagyon reflexív volt, meg nagyon sok ironikus, meg ilyen saját magán is nevető poénok voltak. Azoknak is ajánlom, akik még nem olvastak Grecsótól semmit, és azoknak is, akik mindent, mert mindkettőjüknek sokat jelenthet. Ez volt az én gyönyörű ellenőrző könyvem. 14 éves vagyok már. Egy év múlva gimnazista. Az elején arra gondoltam, hogy ez milyen jó pályaorientációs előadás is lehetne egy fiatalnak, és aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen nincs az a generáció, akihez ne szólna, mert mindenki talál benne valami olyat, ami igazából neki szól.